Játszom az operetszínházban és a Rózsavölgyi Szalonban jelenleg, de ez nem ez, ami kitölti az összes időmet, hanem gyerekeknek is énekelek. Most már 5 éve, és az Állati Zenés ABC című két gyerekkönyvemből csináltunk egy koncertanyagot, és azzal járom az országot. És hát emellett van egy felnőtteknek szóló produkcióm is, amivel szintén nagyon sokat koncertezünk külföldön. Múltkor Washington DC-ben voltunk, de jártunk bele Lisszabonban, Cipruson, és még sorolhatnám, de New York. Nagyon sok helyen megfordultunk vele, most itthon is egy kicsit többet fogunk játszani ezzel a produkcióval is, és vannak ilyen különböző koprodukcióim, akkor a Falusi Mariannal van egy közös estünk. És hát ugye ezekhez kapcsolódóan lemezeket készítek most már több mint 10 éve, és a Rózsavölgyi Szalonban az is egy félig meddig saját produkció, közösen koprodukcióban a Rózsavölgyivel, Szépernő műveiből raktunk össze egy előadást, amelyben Trió Zsolt a partnerem. Hát ez is egy nagyon a szívem csücske, és az operetszínházban pedig az Elfújt a szélben játszom Melanie Hamilton szerepét jelenleg. Egyébként emlékeim szerint már jártam itt a gyerekkoncertemmel az itteni fesztiválon egy jó pár évvel ezelőtt. A társulattal csak most ismerkedek, de nagyon jól érzem magam itt, mert mindenki nagyon nyitott, és mindenki sok helyről jön, tehát ilyen nagyon vegyes és sokszínű a társaság, és hát az, hogy gyerekek is szerepelnek a darabban, az nekem külön öröm. Hát ez egy nagyon bonyolult dolog, abból a szempontból, igen, hogy hát drámai. De végülis ezért is kért föl erre a szerepre Somogyi Szilárd, mert tudja, hogy hát ha valami az én erőségem, az igazából a dráma, és hát ha gyerekről van szó, akkor meg tényleg nekem ez rettentően nehéz. Én ilyen sírós típus vagyok, és hát azokon kívül, amiket amúgy csinálok, én nagyon sokszor szeretek járni gyermekotthonokba, segíteni tehetségkutatókban, zsűrizek, stb. És hát ezeket így nagyon nehéz megélni, de közben meg valahol van bennem egy ilyen jó érzés is, hogy esetleg ott tudok lenni, hogyha valakinek szüksége van rám, az meg tud keresni után, és vannak is ilyen gyerekek. És ez nagyon jó érzés amellett, hogy tudom, hogy az én gyerekeimnek nem mennyire jó. A lényeg, hogy hát az el sem bírom képzelni, milyen gyötrelem lehet megélni egy anyának, amikor a fia csak úgy ott hagyja. Tehát így ez szerintem ma egy nagyon-nagyon fontos problematika. Biztos, hogy sok olyan dolog előzi meg, amit az anya nem vesz észre. Nekem fontos az, hogy a gyerekeimmel kialakuljon egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy még hogy a haragszemet is sem, mert valamit nem adtam meg, mondjuk, és hát ugye azért mindent, már azért tényleg én sem engedhetek meg nekik, akkor azt meg tudjuk beszélni, hogy döbbenjenek rá arra, hogy mik a fontossági dolgok, meg az, hogy igazából milyen veszélyek leselkednek rájuk az utcán. Mert egy gyerek, aki egy ilyen burokban él, az gondolhatja esetleg, főleg egy kamasz fiú, azt, hogy neki jobb lehet máshol, de sok minden veszélyre, ha nem higgyel fel a figyelmét, akkor csak később a saját bőrén tapasztalja, és szerintem ez rettentő veszélyes dolog. Én azt gondolom, hogyha megvan az a bizalmi viszony, egy folyamatosan váltakozó, de mégiscsak egy bizalmi kapcsolat, akkor az ilyen dolgokat el lehet kerülni. Talán azt mondom, hogy az én szempontomban az a fontos ebben az előadásban, hogy erre fölhívjuk a figyelmét a családoknak. Bízom benne, hogy persze nem belesújkolva az emberekbe, de ez úgy fölmerülhet majd az előadás után, ha megnézik.